sziasztok! Ma folytatom a Total War Warhammer ork kihívásos végigjátszásomat. És itt maradt abban, ugyebár megtámadtak ezek a lázadók, akiket most legyőzünk. És hát ugyebár az egy nép van még hátra, a scalingek, akiket nagyon nehezen le tudunk győzni, ugyebár rengeteg és rengeteg katonájuk volt. És gondolkoztam, hogy hogy lehet nekik olyan sok. Ugyebár a játékban ugyan megoldva az egész, hogy mikor bejönnek ugyebár a káosz csapatok, akkor a scalingek és a vargok csak úgy randomra ingyen kapnak csapatokat, és a scalingeknek nagy valószínűséggel azért van olyan sok katonájuk, mert hátra maradt nekik, mivel az összes népet, akik nagyjából ott voltak a birodalmi területeken, legyőzték őket nagyon gyorsan, minimális veszteséggel, így nem volt ki legyőzze a csapataikat, így egyszerűen csak megmaradt nekik, és most ugyebár felhalmozódott egy csomó csapat, plusz még képeztek is, ugyebár egyfolytában kapták ingyen a csapatokat, így felhalmozódott nekik egy csomó katona, akiket most én kell legyőzze, ugyebár. Ami egyáltalán nem vicces. Mert eléggé megszivatnak. Ugyebár a törp hadjáratban és a birodalmi hadjáratban is nagyon könnyedén levertük. És hát nem nagyon könnyedén, de könnyedén elvertük a scalingeket. És sose volt ennyi katonáik. Most pedig annyi van, hogy azt se tudom, hogy mi az eget kezdjek velük. Na de a lényeg, hogy lassan, de el fogjuk verni őket. És ha minden igaz, akkor ez lesz az utolsó rész. Hogy látom, azt ott szét fogjuk lőni. Night Goblins! Ezeket este észre se lehet venni, basszus. Ám bár gyengék páncélos ellenség ellen. Ám bár a goblinok, ugyebár amilyen kis íjat használnak, nem is csodálkozom, hogy gyengék páncél ellen, hisz egy ilyen íj nem képes olyan lövőerőt kifejteni, amely átüt egy páncélt. Ja, annak a toronynak annyi. A Chaos frakcióval nem is igazán küzdöttünk, de a scalingeknek és a vargoknak maradt egy csomó katonájuk. A végén a scalingek és a vargok egymásnak estek, de a scalingeknek rengeteg katonájuk maradt, ami egyáltalán nem volt vicces. Egyáltalán nem volt vicces ellenük küzdeni. És nem vicces ellenük küzdeni, nem, hogy nem volt, mert még nincs végű. Nincs vége, de egyáltalán nem vicces ellenük küzdeni. Ennyi csapatot soha életemben nem láttam még, mióta Total War-ozok. Egy frakciónak ennyi katonája legyen, esküszöm, nem láttam még soha. De az egy legjobb az egész játékban, a Warhammerben, hogy kiszedték azt a készítők, hogy szükséges, mit tudom én, ahhoz, hogy neked legyen 10 sereged, el kell foglalj 8 vagy 7 provinciát, vagy mit tudom én, területet, hogy mindig több és több sereged legyen. Szóval már azt kiszedték, hogyha a fenntartásod elbír tartani 20 sereget, akkor 20 sereged lehet. Nem szükséges, mit tudom én, provinciákat foglalja ahhoz, hogy plusz sereget tudj lehívni. Ugyebár kell a provincia, mert kell a plusz bevétel is, de a lényeg, hogy ez sokkal jobb így, hogy nem szükséges provinciát foglalja ahhoz, hogy sereget lehívhass. De ugyebár ha lehívsz a sereget, akkor plusz fenntartást kell fizess, és így hülyeség az egész. Szóval vagy ez, vagy az ugyebár, szóval nem hívhatod csak le úgy a csapatokat, és akkor semmi plusz fenntartás, meg ilyesmi. Ó, a hadvezére bejutott. Na gyertek ide, fekete orkok. Kemények azok a csávok, basszus. Tetszik a sisakjuk. Kibaszott rémisztő. egy ekkora dög futna felén. Egy kibaszott nagy fejszével és olyan szép sisakkal a fején. Kibaszott rémisztő tudna lenni. Nézd már! A kis gobó. Szóval a lényeg, hogy vannak újítások is a játékban, ami jó, de ugyanúgy tettek ilyen dolgokat, ami ugyebár nem annyira jó.
Plusz ugyebár, hogy nem kell provinciát foglalni, és területet foglalni az, hogy hadvezéreket leívhass, mert leívhatsz akármennyit, de ha leívsz egy új hadvezért, akkor az már egy új seregnek számít, így a hadsereg fenntartásod megnövekszik pár százalék. Ha leívsz még egyet, akkor megint pár százalék is, és így tovább, és így tovább. Szóval vagy ez, vagy az ugyebár. De... nem tudom, most hogy melyik a jobb, nem tudom. Mert bevételt azt ugyebár a játékban megoldották jól, mivel ha legyőzöl egy sereget, rengeteg pénzt kapsz, miután elvered őket. Így sereget leívhoz nyugodtan kettőt, hármat is, annak ellenére, hogy a bevételed nem tudja eltartani. Mert hogyha elmész és csatázol és fosztogatsz, akkor rengeteg pénzt tudsz szerezni. Gyerünk, gobók! Azok a biganzok megöltek 86-ot eddig. A sereg fele, vagyis a csapat fele meghalt, de... bár ezüst gerendások, ha minden igaz. Szóval elég kemények az Oak Boys-ok, hogyha ezüstgerendások. Elég tapasztaltak. A trollok azok mindig elszórakoznak a goblinokkal. Ja, kb. Ennyi. Kezdi feladni a hadvezére is. Kis gobó. Spider Rider gyorsabb, mint egy lovas egység. Mint egy birodalmi lovak például. Ami durva. Sokkal gyorsabb. A birodalmi lovak, ha jól tudom, 60 a speeddel rendelkezik. Ez a Spider Rider pedig 78-as. Az nagyon nagy különbség. Gyorsabban tud futni ez a pók, mint egy ló. Ám bár a lábai miatt szerintem igen, szóval van 6 lába. A lónak meg csak 4. A póknak meg van 6. Az azért nagy különbség. Ez plusz 2 láb. Az nagy különbség. Jaj. Ah, lett egy vágom, király. Na szóval, most van az, hogy ezeket itt kell tartsam. Még azt ott elfoglalom, és vagyis felégetem, hogy ne tudjanak újra töltődni. Leképzünk még pár egységet, egyefene. Már csak azért is jó leképezni őket, mert amúgy is itt állunk egy helybe. És majd jól jönnek. Oak Biganzokat nem képzek, de a Big Boys, az Oak Boysok jók lesznek. Big Boys. Oak Big Boys. Lesz még valahol lázadás? És csökken a közrend, de nem értem miért. Köcsög provincia. What do you want? Kéne egy olyan képesség, ami... nem ezt kellett volna leívni. De itt csak ezt lehet, sámánt kéne lehívjak. Azok adnak plusz közrendet.
Ha minden igaz, ugye? Ja. Itt is csökken a közrend. Jó, berakjuk minden övé ezt, hogy plusz két közrend legyen az kalap. Nem mintha mindenhol szükséges, de egyefene. Pénzre sincs már annyira szükség, megint több mint 350 ezeren van. Hopp, vissza. Itt kell építkezni. Azt hiszem körváltás. A scalingek mennek el. Let's go! Minden igaz, akkor egy csapat vag lehet meg is támadja őket. Ready for murdering. Just barely to war. Hey, ne. Gulk, send me to battle. Do not displease me. Yeah. What? Here we go. Should I? Asinine mortal! What you want? Huh? About time! Go, go, crack him all! Here we go! Let's go! Lesz egy kis lába, és van lázadás. Let's get moving. Menekülnek. Az jó. What the fuck? Ott beszoptad, haver.
Ja, neked annyi? Rajtunk ütöttek. A fene. This is my land. The boys are restless. I'm off. De jó. Yeah. In the motion. On it. Start the war. Oh crap. Men. I demand it. Jaj, két csapat volt? Nem, csak felfedeztük a rajtaütést. Oké, okay, ez így... No! Wow! Na jó, itt is elvertünk pár csapatot. Még egy sereggel jövök itt, tengeren. Na nézd már, mellé klikkeltem. Káosz csapat, mi? Hú, így... Így, ó, változtatja a színét. Lol. Oké, okay, van két Orbigans. Lett egy vargom. Neked lett egy vargod. Vargod. In the motion. Yes, yes. This bear involved fighting. Never. A szép. Now's the time. Gulk, send me to battle. Keep moving. Your demise is certain. How to many? I fell. I'll crush them all. Go then. This is my land. What you want? Now's the time. A fene. Ez már allergia a scalingekre. Keep moving. Oh, ostrom. Time for a scrap. Elég hamar meg ostromot. Jó, lehívunk ide egy hadvezért. Egy
egy ilyen buta orkot. És képzünk neki pár izét. Hawk boys-t. Az a csávó nem lépett. Helyes. Nem lépett, mert nem igazán tudott, vagy ilyesmi, nem tudom. A vag el fogja intézni. Nem érek be. Összegyűltek ott. Ennyi az egész, hogy nincs újra töltődésük, ami jó. Kaptam vágot. Jó, ez majd ad közrendet, ha szintet lép. Nem igazán, mintha nagy szükség lenne rá. Let's find some scum. I am true power. I'm off. Now's the time. Now's the time. That will incur my wrath. Now we're talking. I'm off. Nem akar támadni. This is my land. Mine as well. You dog. Ready? I'll crush them all. Never. De elveszem az utolsó területét, akkor lehet, hogy elkezd támadni. Úgy hallom, hogy a Greenskin vagjai megtámadták őket. Jaja, azokat letámadták őket. Nincs semmije, semmi katonája nincs szinte. Na, akkor vegyük el ezt az utolsó területet, vagyis égessük fel az utolsó területét. Vannak valami komoly zászlók. Nem tudom felrakni egyikre se. De miért? Ja, csak fekete orkokra, oké. Okay. És Grimgor Ironhide mi a bánat? Nem fekete ork. Na szóval, scaling. Nincs több területed. Go in.
send me to battle. You mook. Huh? Redden. Cease. What you want? A vágokat pedig kiküldöm. Ezek után azt hiszem eldezertálnak a csapataik, és elkezdenek dezertálni, aztán meglátjuk, mi lesz. Meg kéne keríteni őket, onnan is jövünk, az kész. Ja, dezertálnak a csapataik, ami nagyon jó. Let's go. Moving. Ha lett mindig nekem vágja, basszus. Tele vagyunk vágokkal is. Gulk, send me to battle. Menekül. Miért menekül? Ja, azokkal már nem menekül. Azzal igen. Na lássuk akkor. Lássuk, mi lesz a ti sorsotok. Halál rájuk! Köcsök scalingekre. Vannak még más helyen is csapatai? Nem, azt mondja, hogy csak ott. Amúgy ezeket leszerelem. Annyi az egész ugyebár, hogy legyőzök mindenkit, és ugyebár az orkok azok olyan népek, akik harc nélkül eldezertálnak, szóval ez így elég elég érdekes, mert ugyebár most legyőzöm őket, és nem lesz kivel harcolniuk, akkor mi ezt kezdenek az orkok? Őr, megőrülnek, az megölik egymást. Ez se kell ide. Megőrülnek és elkezdik egymást gyilkolni, az kalap. Oké. Okay. Egy ott, egy ott. Do not displease me. Get some. Elálljuk az útját a csávónak. Bár meg tudom támadni. Ja. Akkor mindegy. Ja, ugye ez egy ilyen fő hadvezér. Ez a frakció vezető. Amúgy se tud sehova menni onnan. Ott egy hal! Ah, eltűnt. Rebellisek. Mi a fene itt? Mi a fene van itt a közrendel, hogy egyfolytában rebellisek? Mi a fene bajuk van az itt élőknek? Olyan hülyék.
legyen az, hogy lehívunk ide egy hadvezért. Adunk neki pár ilyet. Lehet látni, hogy ugye már két sor, és még alatta is van. Csak a csapatok ikonja miatt nem látszik, de alatta is van még egy sor, és egy hiányzik belőle. Szóval 2, 4, 6, 8, 16, wow, 23 egységet. Igen, 23 egységet tudok leképezni, basszus, Global Recruitment izével. 23-at, te jó ég. Jaj, basszus. Azért valami vicc komolyan. Hogy annyit le lehessen képezni az orkoknál. Az orkok tényleg akkor rengeteget le tudnak képezni egyből. És rövid idő alatt. De már két kör kell egy minimum egynek, de akkor is... Azért 23 az csak 23. Na! Fő hadvezére halott, és a legendás hadvezére. Még van egy... egy kis csapata. És persze menekül vele, hát persze, hogy igen. Úgyis elkapjuk. Jó, itt megjelentek a lázadók. Nem érem utol, hát persze, hogy nem. Azokat is leszerelhetem. Jaj, legendás hadvezéreket nem lehet. Valahogy elég kell álljak ennek a köcsögnek, hogy ne menjen már el. Ne tudjon elfutni. Ne arra menj! Jó. Itt fenn jó a közrend? Nah. Csökkenteni kell a befolyást a vámpír és a káosz korrupciót. Ami elég nehéz. Mivel ugye bár pont ott vagyunk mellettük. Hát, de nem bírom eltalálni ezt a és elkapni ezt a köcsögöt. Megtámadta a várost, oké. Okay. Thank you.
Na jó, le kell hívjak egy hadvezért, így nem jó. Elé kell hívjak egy hadvezért. Legyen ott. Azaz. Ezek már nem kellenek. Mennyit kell kergetni? Na, hoppá, hoppá, azt hiszem ennyi volt. Ja, azt hiszem ennyi volt. Ja, szerintem ennyi. Na végre! Ide volt már. És a scalingeknek is vége. Remek. Jó, tök mindegy, mit csinál izé. Grimgor. Mindegy. Lesz még egy csatánk, srácok. Ellenük. Ja, ezt még lejátszuk, és vége a végigjátszásnak. Utoljára még egy ilyen kis csata, gobók ellen, az kalap. És amit lett, elfoglaltam. Nincs több ellenségünk, az orkok nem tudom mi az éghez kezdenek, harc nélkül. Talán egy újabb Grimgor rájön arra, hogy elég volt a háborúból, és az orkok rájönnek szintén arra, hogy már nincs kivel harcolni, és lenyugosznak, és békében fognak élni. Nagy vicc. Egyből rátámadok a hadvezérére. Oh boys! Vagyis oh boys! Ja, hadvezérem támadja a hadvezérét. Tök jó, mert ha megöli, akkor egy-kettőre fel fogják adni. Azaz. Jön neki. Az bebugolt oda. Képesség. Az azt hiszem oda bugolt. Jó, el van. A csávó. Boys! Azok az íjászok sokat megölnek. Nézd már, most követi a hadvezérét. Na most már elmúlt. Érdekes. Érdekes, hogy még csak most. Get him!
Szidjátok egymást, old boys. -ok. Old boys vs. old boys. Hol a hadvezérem? Hadvezéremnek alig van hadvezére. Hogy a fenébe lehet az? Jó nagy sebzést adnak neki ezek a kis gobók, meg a hadvezére persze. Nagyokat haraphat a goblinokból az izé a lénye. A bazi nagy Wyvern. Nehéz megölni egy ilyet. Jó hadvezér kell ellene. Ne. Ja, azt hiszem szétfutottak. Jaja, ennyi volt. Remek! Kaptam egy achievementet is. Akkor érdemes volt lejátszani. Amúgy sokkal több achievementet kaptam a végigjátszás alatt, csak annyi az egész, hogy általában offline módban játszom, így nem mutatja ki. Van úgy, mikor offline módban játszom, és nem mutatja, hogy kapok achievementet, csak miután újra csatlakozom. Oké, nyírjuk ki őket, és ennyi volt. Ez kb. Ennyi. Let's do this. Huh? 16-os szintű vagy. Na de ezt srácok, ennyi lett volna a végigjátszás. Az achievementet már rég megkaptam, ugyebár a rövid és hosszú hadjárattól. Diplomácia nincs már, mert nincs kivel harcolni. Nincs frakció, kört váltani nem váltok. Szóval ennyi lett volna az ork kihívásos végigjátszás. Remélem tetszett, hogy úgymond egy kis kihívást is vittem bele. Nem volt annyira nehéz, de azért nem is volt annyira könnyű. Na de hát még egyszer köszönöm a megtekintést, remélem tetszett. Sziasztok!